Papusza Zoltán vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje, a Borsodobó-Zemplén megyei 2-es Miskolc központú választókörzetben. Itt születtem, itt élek. Nem ígérgetni szeretnék, hanem az elmúlt 12 évben végzett, megalkuvást nem tűrő, tisztességes, korrupciómentes, önkormányzati képviselői munkámat szeretném ajánlani referenciaként a választóknak. Azt a munkát, amelyben minden rám bízott közpénzzel elszámoltam, amikor területleg megválasztott képviselő voltam és volt képviselői keretem, akkor minden háztartásba jutottam, hogy mire költöttem a közpénzt. Azt a munkát, amely során a rendelkezésre álló anyagi forrásokhoz mérten indultak el a választókerületben fejlesztések. Azt a munkát, amelyet terepen is végeztem, annak érdekében, hogy a választókerület ne jogósodjon, annak érdekében, hogy az igénytelen életmódot a hatóságok felszámolják. Ezt a munkát szeretném folytatni a parlamentben. Ahogyan Perecest, az Észak-Kiliánt vagy a Bulgárföldet képviseltem, képviselem a Miskolci önkormányzatban, úgy szeretném Miskolc problémáit is az országgyűlésben. Ehhez kérem támogatását, április 3-án szavazzon ránk, szavazzon a Mi Hazánk Mozgalom listájára.